díjátadót rendeztek Tolnán. A legeredményesebb sportoló elismerést az kapta, aki 2023-ban országos bajnoki címet, illetve Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon érmet szerzett. A kitüntetettek között volt kajakkenus, sakkozó, karatés, sárkányhajós és ritmikus gimnasztikában versenyző is. A jó tanuló, jó sportoló díját az a tolnai fiatal nyerhette el, aki mindkét területen kimagaslóan teljesít. Apelszófer Ágnes, a település polgármestere elmondta, fontos megünnepelni a helyi sikereket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen remek eredmények születtek a városban, sporteredmények és tanulmányi eredmények is, és mi azon vagyunk, mint Tolnaváros önkormányzata, hogy amennyit mi hozzá tudunk tenni, ehhez azt tegyük hozzá, akár a sportegyesületek támogatásával, akár az infrastruktúrák javításával, hiszen a közeli és kicsit távolabbi jövőben elég sok sportfejlesztés lesz a városban. A jó tanuló, jó sportoló díjat hárman kapták meg. Acsádi Petra, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 11. osztályos diákja, karatézik és focizik. Tanulmányi eredménye a 2022-23-as tanévben kitűnő volt, 9 tantárgyból kapott dicséretet. A versenyző magyar válogatottságig is eljutott. Elmondta, nagy büszkeséggel tölti el, mikor hazáját képviselheti. Hozzátette, a sportban a harciasság és az összeszedettség két nagyon fontos tényező. Hát szerintem mindig hatalmas érzés, hogyha fel tudom venni mondjuk a címeres mezt, vagy a magyar válogatottnak a színeit tudom képviselni, és engem ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és mindig úgy megyek oda, hogy meg szeretném mutatni azt, amit tudok. Kis Gréta Anett szintén a Tolnai Gimnáziumban tanul, sportolóként a nagypályás labdarúgásban és futszálban szerzett országos bajnoki érmeket. Elmondása szerint a versenyszintű sportolás mellett egyenlő mértékben oda kell figyelni a tanulmányokra is. Én úgy vagyok vele, hogy női sportolóként én ebből nem fog tudni megélni fociban legalábbis, nincs benne annyi pénz, és én nem is tenném rá föl az egészet, mert van egy adott idő, amíg el lehet menni, addig sportolok, utána már nem fog tudni, ez mellett kell egy olyan szakma is, amit ez kiegészíti ezt az egészet. Az eseményen összesen 11 sportolót és tanulót díjaztak.